Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk. Folytatjuk a bevezetés a programozásba egyetemi tárgyat. A mai téma, ahogy látjátok, a computation lesz, illetve ennek kapcsán, hogy milyen fogalmak, illetve milyen nyelvi eszközök, illetve milyen alapprogramozási fogalmak és eszközök jelennek meg, illetve jönnek elő. A mai alkalommal nagyon sok mindenről lesz szó, főleg a vezérlési szerkezetek kapcsán. Arra kérek mindenkit, hogy semmi pánik, ezeket nagyon sokat fogjuk használni a későbbiekbe is, tehát alapvetően amit itt most elmondok, azok tényleg ilyen nagyon alap kis dolgok, hogy mi hogy működik. Viszont ezeket tényleg nagyon sokat fogjuk használni, nagyon sokat fogjuk gyakorolni, úgyhogy nem kell aggódni, ha most esetleg valakinek úgy hirtelen sok lesz, vagy nagyon tömény a dolog. Rengeteget fogjuk ezeket még használni, úgyhogy aggodalomra semmi ok. De át kell beszélnünk, át kell néznünk. Ezek a nyelvi szerkezetek egyébként a legtöbb programozási nyelvben vagy így egy az egybe, vagy nagyon hasonló módon megtalálhatóak. Szóval szerintem mindenképp hasznos lesz, de egy nagyon, nagyon kis alap megközelítést fogunk most használni, később sokat fogjuk használni. Mai témánk a computation lenne. Nagyon nehéz ezt így egy-egybe magyarra fordítani, mondhatnánk, hogy számítás, vagy számolás, vagy valaminek a kiszámítása. Én itt most olyanra gondoljatok, hogy elindítotok valami programot a számítógépeteken, és az csinál valamit. Jó, tehát ilyesmire gondoljatok ilyen computation alatt. Ez a lehető legegyszerűbb, például a két szám összeadásán tól indulóan valami weboldal megnyitása egészen mehet addig, hogy mondjuk valamilyen játéknak a futtatása, mondjuk elindítjátok a Warzone-t vagy valamit, és akkor tényleg ez úgy teljesen lefedi a palettát, tényleg a két szám összeadását a Warzone-ig gondolhattok bármire. Tehát amit a számítógépetek valamilyen számítási műveletet végez. Jó? Valami ilyesmire gondoljatok computation alatt. És akkor, hogy mi is ez a computation, pontosan hogyan kell ezt elképzelni? Nyilván itt komoly számítástudományi meg algoritmus elméleti dolgokba nem fogunk belemenni, erre lesz majd egy külön tantárgyatok, talán következő fél évben. Ahol ezekről tényleg mélyebben fogtok beszélgetni, elméleti szinten is, hogy mik ezek az algoritmus, meg mi ez a ilyen Turing-gép, meg ilyesmi, tehát ezekről fogtok sokat tanulni. Itt most tényleg erről azért nem igazán lesz szó, inkább ilyen programozói szempontból, mérnöki szempontból, hogy ezek pontosan hogyan is működnek, hogyan is néznek ki. És akkor erre fogunk nézni nyelvi eszközöket. Megbeszéljük, hogy mi ez a szekvenciális végrehajtás. Ugye beszélünk majd a vezérlési szerkezetekről, szelekció, iteráció, függvények. És ahogy mondtam, bevezetjük majd ezt a vektort, mint adatszerkezet. Egy nagyon hasznos dolog, érdemes már rögtön az elején beszélni erről. Jó, hát erről lesz szó ma. Tulajdonképpen. Oké, na és akkor tényleg kezdjük is el. Alapvetően ezeket a dolgokat már nagyrészt ismeritek, vagy van róla valami fogalmatok, hogy ez pontosan mi. Ugye például itt van rögtön egy ilyen kis matematikai képlet, hát ezt tudjuk, hogy hogyan kell megoldani. Ugye ezt tanultátok általános iskolában, hogy ugye az összeadás, a szorzás hogyan működik. Beszéltünk már erről múlt alkalommal, is néztünk egy csomó példát. Itt igazából semmi meglepő nincs. Tényleg ugyanúgy működnek ezek a dolgok, mint matematikában működtek, és működnek, ahogy megtanultátok tényleg általános iskolában is, ahogy használtátok tanulmányaitok során mindig. Itt is így működnek. Jó. Tudjuk, hogyan kell választani, tehát hogyha valamilyen feltétel van, akkor ezt kell csinálni, ha nem, akkor azt kell csinálni. Jó, tehát ha esik az eső, akkor vigyél magad a esernyőt. Nem akarok ilyen hülye példákat mondani, én nekem mindig a logika jut eszembe, mikor az oktató mondta órán, hogy hát, hogy az implikáció, hogy ha esik az eső, vizes az út.
Meg így ültünk, hogy jó, hát ettől még nem fogjuk tudni a természetes levezetést, de nem akarok logikával terhelni senkit. Szóval nem akarok ilyen gagyi példákat felhozni, de értitek ezt is nyilván, hogy hogyan működik. Tudjuk, hogyan kell iterálni valamit, vagy valamit csinálni bizonyos ideig. Ugye itt van, hogy olvasd a könyvfejezetet, amíg a végére nem érsz, vagy olvasd el a fejezetet háromszor, vagy olvasd el a fejezetet, amíg nem érted az ott leírtakat. Hát nagyjából ezt is, erre is van már valamilyen érzésünk, hogy ezt hogyan is kellene csinálni. Jó, hát a függvények már egy kicsit talán más. Ugye mondtam, itt van itt egy ilyen példa, hogy kérdezz meg és gyere vissza a válaszsal. Nem biztos, hogy ez a legjobb példa így. Valami ilyesmire gondolnánk itt, megnézzük majd tényleg programba, hogy ez hogyan működik. Jó, tehát ezeket mind meg fogjuk most nézni, és hogy ezekre milyen nyelvi eszközök, milyen programozási eszközök vannak konkrétan. Jó, na és akkor nézzük, hogy mi ez a computation. Ugye van valamilyen bemeneti adatunk, most ez sok minden lehet, és nyilván valamilyen eredményt szeretnénk produkálni, és nyilván a bemeneti adatra egy computation fog nekünk valamilyen eredményt, valamilyen kimeneti adatot adni. Ugye, hát az, hogy be a computation itt írja, hogy hát gyakran nagyon nagyon zavaros és sok-sok programkód, ez általában így is van, és ez a programkód csinál valamit az adatunkkal, ugye a bemeneti adattal, és hát ez a bemeneti adat, ez nagyon sokféle lehet, érkezhet mondjuk a billentyűzetről, érkezhet egy fájlból, érkezhet a webkameránkról, nagyon-nagyon sok helyről érkezhet ez a bemeneti adat, érkezhet a hálózatról, tehát internetről töltünk le valamit, vagy internetről érkezik valami. És a kimenet is nagyon sokféle lehet, mondjuk valamit kiírunk a kijelzőre, valami adaton kiszámolunk valamit, mondjuk valami átlagot számolunk, vagy ilyesmi. Jó? És annak a kimenete egy, mondjuk egy szám például, amit megjelenítünk a kijelzőn, vagy kiírunk a terminálra. Ugye már múlt alkalommal is csinálgattunk ilyeneket, ugye emlékeztek, hogy kértünk be adatot, bekértük a kort, mondjuk életkort, az hozzáadtunk egyet, vagy hozzáadtunk ötöt. Ugye az, hogy bekértük, ugye a terminálról kértük be, tehát ott kérte, hogy írjuk be, beírtuk kézzel, ugye a computation rész, ugye ez itt csinált vele valamit, mondjuk megnövelte egyel az értéket, majd kiírta, és ez ilyen output adatként megjelent nekünk ugyancsak a terminálba. De gondoltok kicsit bonyolultabb dolgokra is, mondjuk tényleg játékoknál, ugye mi történik, megvásároljuk a játékot, föltelepítjük vagy lemezről, vagy Steamről, az ott lesz a számítógépünkön, hát a computation az ott van, ugye amikor elindítjuk, ott történik valami. Most mi egy játékprogramnak a bemenete? Hát mondjuk billentyűzet, egér vagy kontroller, attól függ, hogy milyen platformon játszunk, és nyilván ezzel adunk neki inputot. Ugye, hogy merre menjen a karakterünk, mit csináljunk, tehát hogy interaktáljunk úgymond a játékkal. Ugye ennek hatására elkezd számolgatni valamit, nyilván ott működik a game engine, működik az alap program logika, hogy hogyan is kell, hogy mi is történjen tulajdonképpen. És van nekünk egy outputunk, ami hát általában a kijelző, és az, hogy monitor vagy tévé, ez nyilván már részletkérdés, de a kijelzőre ki rajzolja nekünk, most nagyon erősen idézőjelbe, annak a computationnek az eredményét, ami történik, de egyébként lehet más is, tehát nyilván a játék logika is meghatároz bizonyos dolgokat, mondjuk ha kinyírunk valami nagy boss-t, akkor lehet, hogy jön egy autosave, jó esetben, persze, hogyha jó a checkpoint rendszer a játéknak, jön egy autosave, és az egy fájlba elmenti a játék aktuális állapotát. Jó, az is egy output, úgymond ennek a kis computationnek. Jó, de a fájlokról majd később fogunk beszélgetni, mert az egy kicsit más jellegű dolog. Jó, ugye ez nyilván egy ilyen alap játéknál ez viszonylag jól működik. Nyilván online gémeknél teljesen más a dolog, tehát ilyen multiplayer gémeknél ott általában a game az maga, tehát maga a játék az egy szerveren fut, és akkor ugye hálózaton keresztül kommunikálunk ezzel a játékkal, ugye így szokott jönni mindig, hogy fú, miért laggol ez a játék, hát valószínű azért, mert gyenge az internet kapcsolatunk,
éppen aktuálisan, de nyilván ennek sok más oka lehet. És ugye nyilván, amikor játszunk, ilyen vezérlő üzenetek jönnek vissza a szerverről, hogy ez történt, az történt, ez a játékos itt van, ezt csinálta, azt csinálta, és ugye mi csak egy megjelenítőt látunk, tehát egy displayt látunk tulajdonképpen a gameből. Jó, hát valami ilyesmire kell gondolni, akkor mostában vannak ezek a játék streaming platformok, a Stadia, meg az Xboxnak is van ilyesmi, lehetne sorolni. Ott megint egy kicsit tekertek ezen a dolgon, hogy tulajdonképpen ami visszaérkezik, az már csak egy videójel, egy viszonylag jó minőségű, jó felbontású videójel. Hát nyilván ezek azért változnak folyamatosan. Jó? De mondom, computation alatt tényleg azt értsük, hogy a számítógép végez valamilyen számítási feladatot, és akkor tényleg ez nagyon-nagyon sokrétű lehet. A két szám összeadásától egészen a bonyolult és komplex játékprogramokon át nagyon sok minden. Jó. Oké, és akkor nyilván az inputot generálhatjuk valahogy, tényleg billentyűzet, egér, kontroller, fájl, hálózati vezérlőüzenet, nagyon sok minden lehet. Ugye a kimenet megint, vagy a kijelzőre kirajzolunk, kiírunk valamit, ugye a játékprogramoknál akár a hang is, lehet egy ilyen output nyilván, ugye, hogy halljuk, hogy mi történik. Valami ilyesmire kell itt computation alatt, illetve az egész program logika alatt gondolni. Jó. Na és akkor mi a mi feladatunk? Ugye az, hogy leírjuk ezt a computation-t, vagy ezt a számítási részt korrekten, egyszerűen és hatékonyan. És ugye jön ilyenkor a vicc, hogy és a kedves vásárló ebből választhat kettőt. Igazából tényleg ez a célja a programozásnak, hogy ezeket tényleg korrekten, egyszerűen és hatékonyan írjuk le. Hát nem egyszerű dolog nyilván, de alapvetően programozóként nekünk ez a feladatunk. Jó, és akkor erre vannak eszközeink. Az egyik az ilyen divide and conquer, vagy hát oszd meg és uralkodj, ha úgy magyarul jobban hangzik. Daraboljuk fel ezeket a nagy számítási részeket kisebb logikai részekre. Hát most gondoljunk bele, hogy később is, hát jövő héten elkezdjük írni az egyszerű kis számológépünket, ami egy nagyon fontos ilyen első program lesz, ami effektíve csinál is valami értelmeset. Ott is már tényleg nagyon sok olyan dolog lesz, hogy hogyan is közelítsük meg a problémát, és tényleg már az is egy viszonylag komplex probléma, főleg aki most kezdi, annak meg főleg. Nagyon nehéz egyben átlátni, nagyon nehéz úgy elkezdeni, hogy jó, hát akkor kezdjük el írni. Nyilván valahol el kell kezdeni, természetesen, de nagyon nehéz azt, hogy így egyben kezeljük a problémát. Nyilván látni kell a teljes képet, de érdemes ezeket kis részekre fölbontani. És akkor majd látni fogjuk jövő héten, hogy hát igen, akkor van összeadásunk, van szorzásunk, vannak negatív számaink, ezeket hogyan kezeljük. Bontsuk föl apró részekre. És akkor nyilván nem is kell mondani, hogy ugye egy ilyen bonyolultabb dolgot, mint mondjuk tényleg egy komplex játékprogram, esélytelen egybe kezelni. Nyilván érdemes szétszedni apró részekre, hogy ezeket tudjuk egyszerűbben és könnyebben kezelni. Jó, de erről fogunk jövő héten majd kicsit részletesebben beszélni, hogy ezt hogyan tudjuk használni. Jó. Másik ilyen eszközünk az abstrakció, vagy abstraction. Nagyon sok példát lehetne itt mondani, én mindig azt hozom fel, amikor sorba kell rendezni valamit. Én hülyét tudok attól kapni, hogyha állásinterjú még mai napig azt kérik, hogy akkor írjon már föl nekünk egy buborékrendezést, hogy úgy logikailag hogy működik. Fogalmam sincs. Nyilván valami elképzelésem van, hogy hogyan működhet, de igazából a mai programozás már nem erről szól. Itt arra kell elsősorban gondolni, hogyha tényleg egy nagyon egyszerű példával, hogyha sorba kell valamit rendezni, akkor használjuk azokat a beépített függvényeket, például amit mellékelnek a C++-hoz, ugye a Standard Library-ben, ami tök jól meg van írva. Tehát sorba kell rendeznünk, használjuk a beépített sort függvényt. Már ma is fogunk erre példát nézni. Ne kezdjük el kézzel megírni a gyors rendezést, meg a buborék rendezést, meg a mit tudom én milyen rendezést. Használjuk, ami bent van. Használjuk, amit a C++ fejlesztők megírtak.
Erről is fogunk majd részletesebben beszélni, hogy ennek milyen okai vannak. Ugye nyilván elkezdhetjük mi is megírni, tegyük fel, hogy elkezdjük megírni. Nagy valószínűséggel nem fogunk tudni jobbat, hatékonyabbat és egyszerűbbet írni, mint a C++ fejlesztői. Jó? Ugye a Standard Library-ben ott van egy sort függvény, nagyon jól működik, nyilván, nagyon jól használható, és nagyon hatékony. Na most elkezdhetünk mi írni sajátot, lehet, hogy írunk egy viszonylag hatékonyat, viszonylag egyszerűen, már ebben sem vagyok biztos egyébként, de esetleg elkezdhetünk írni, viszont a főnökünk biztos oda fog állni a hátunk mögé, hogy mit csinálunk, és nem fog megdicsérni minket. Ugyanis elkezdünk írni egy saját sort függvényt, és az idő. Tehát lehet, hogy 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra hossza, mire megírjuk. Ő neki meg ugye pörög ugye a munkabér, amit ki kell fizetnie. Tehát nem fog megdicsérni minket, hogy miért írunk sajátot, miért nem használjuk, ami ott van. Ugye meghívni a sort függvényt, majd látni fogjuk, tényleg pillanatok alatt megvan, és tényleg jól működik. Jó. Tehát abstraction alatt valami olyasmit értenék így hirtelen, hogy használjuk azokat az eszközöket, amik már készen vannak, amik be vannak építve félig meddig a nyelvbe, vagy mellékelve vannak a nyelvbe. Hiszen azért vannak, azért adják, hogy tényleg használjuk azt. Hatékony és jól működik. Jó? De erről fogunk még egy kicsit részletesebben beszélni majd, amikor tényleg effektíve írjuk a programokat. Jó. Nagyon sokszor fontos, hogy hogyan szervezzük az adatainkat. Erre is lesz majd példa valamilyen szinten. Itt amit tudnék mondani, ez a Standard Template Library, ugye amiről beszéltünk is már múlt héten a Standard Library-ről, amit mellékelnek. Nagyon sok adatszerkezet, nagyon sok algoritmus implementálva van, érdemes azokat használni. De ettől függetlenül persze végig kell gondolni, hogy mit is akarunk vele csinálni, és hogy hogyan is kéne ennek működnie. Jó, később erről is beszélünk, input-output protokollok, adatszerkezetek, ezek mind-mind előjönnek majd később. Jó, a hangsúly a struktúráltságon és a szervezettségen van, attól nem lesz a kód jó, hogy egymás után írunk egy csomó utasítást, de ez persze természetes. Jó, nyilván amiket itt most láttuk, sokatoknak lehet, hogy nem világos még, és nem biztos, hogy érthető. Semmi pánik, nem kell aggódni. A dolgok szépen lassan majd egyre világosabbak és világosabbak lesznek, ahogy haladunk előre, legalábbis remélhetőleg. Menjünk is tovább, és akkor nézzük meg, tehát pár ilyen alapfogalmat, hogy mi is kell, és akkor később megnézzük ezt példákkal is. Mi az az expression, vagy mi ez a kifejezés? Hát tulajdonképpen például ez is egy kifejezés. Jó, itt látjuk, hogy egy sima deklaráció van, ugye rögtön egy értékadással, itt inicializáljuk is valami kezdőértékre, ugye ez is egy kifejezés, itt már valamilyen számítást is elvégzünk, összeszorzunk két számot, itt van egy kicsit már bonyolultabb, de nyilván ezeket megint csak tudjuk, hogy itt összeadás, szorzás. Jó. Na most nyilván ezeknek az, hogy hogyan értékeljük ki, ez igazából a szokásos, tehát semmi különös. Ugye itt látjuk, hogy kicsit zárójelezve is van, hogy pontos legyen a dolog. Hát itt valamilyen területet számol, vagy lehet, hogy átlagot. Ugye ez attól függ, hogy mit szeretnénk. Ugye ezeknek a szokásos sorrendje van, tehát az operátoroknak a precedenciája, vagy hát pontosabban a műveleteknek a precedenciája az a szokásos. Ugye nyilván ez, nem pedig ez. Jó, szózás, osztás előbb van, mint az összeadás. Ez ugyanaz, mint matematikában volt. Jó. Ha bizonytalanok vagyunk, nyugodtan használjunk zárójelet, tehát nyugodtan használhatjuk ezt a teljesen zárójelezett alakot, igazából ebből probléma nem lesz, hogyha bizonytalanok vagyunk. Később lesznek majd bonyolultabb kifejezések, amiknél lehet, hogy egy kis bizonytalanság előjön, de semmi gond, a tudatlanság véd, nyugodtan használjunk zárójelet, nincsen probléma, ez mindig jól jön.
Ilyet ne nagyon használjunk, ez már túl bonyolult. Jó, szedjük szét ezeket is apró részekre. Ilyet ne használjunk már, mert ez tényleg túl bonyolult egy ilyen kifejezést használni. Válaszunk sokat mondó neveket, tehát olyan neveket, amik tényleg beszédesek. Erről beszéltünk egyébként múlt héten, hogy ez mindenképp kerülendő. Használjunk olyan változó neveket, amik tényleg mondanak valamit, például itt is ezek azért elég beszédesek. Jó, rendben van. Ugye kifejezések, tényleg nem feltétlenül akarok olyan, nem feltétlenül, nem nagyon szeretek ilyen nomenklatúrán, meg definíciókon, meg ilyesmiken nagyon sok időt tölteni. Emlékszem, azért van olyan, aki záróvizsgán nagyon szereti ezeket a fogalmakat, hogy na akkor mi is az a kifejezés. Én igazából nem, mondjuk más kérdés, hogy én záróvizsgán nem is vagyok ott. De én nem nagyon szoktam ezekkel foglalkozni, tehát számonkérésen ezekre nem fogok rákérdezni, most mi az a kifejezés. Nyilván fogalmi szinten tudjuk, mert hogyha itt mondom órán meg beszélünk róla, akkor azért tudjuk, hogy mi. Jó, és akkor hát operátorokból és operandusokból áll. Ugye az operátor megmondja, hogy mit kell tenni, tehát mi a teendő. Az operandus pedig az a adat, úgymond, amin a műveletet végre kell hajtani. Össze akarunk adni két számot, ugye az összeadás az operátor, az operandusok pedig a két érték, amit össze kell adnunk. Nagyon egyszerűen. Jó. És akkor ugye vannak itt különböző típusú operátorok, ugye olyan, ami ilyen igaz-hamis értékkel tér vissza, például itt az egyenlő vagy a nem egyenlő operátor, ugye ami megmondja, hogy két szám egyenlő-e vagy nem, ugye ez egy igaz-hamis értékkel tér vissza, tehát vagy igaz, tehát vagy egyenlő, vagy nem. Jó, akkor vannak ilyen logikai operátorok, az és, vagy a vagy a negáció, ezeket szerintem logikából már tanultátok. Igaz, még csak két hét telt el, nem tudom pontosan a logika most hogy néz ki. Erősítsetek meg a chatbe, hogy ez volt-e már vagy sem. De ugye itt, ugye ezek ugye a klasszikus logikai operátorok, ha most még nem megy, akkor később majd ez világos lesz. Akkor ugye vannak ezek a relációs operátorok, ugye a kisebb mint, vagy a nagyobb mint. Erről matematikából emlékezhettek, ez középiskolában, sőt már általános iskolában is volt, A kisebb mint B, vagy valami ilyesmi. Jó, tehát ezeket biztos tanultátok matematikából, itt semmi újdonság nincs, itt is így működnek. Jó, ugye visszatér tényleg azzal, hogy igaz vagy hamis, tehát 6 kisebb mint 8, az visszatér egy igazzal. Most egy ilyen nagyon egyszerű kis példa. Vannak karaktertípusaink, hát itt az operátorokat majd beszélünk róla, hogy működnek. Akkor ugye ilyen integerekre, tehát egész típusra, hogy működik, ugye itt vannak a klasszik matematikai operátorok, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, és illetve a maradékos osztás, ezek megint csak ugyanúgy működnek, mint matematikából, múlt héten erről beszéltünk. Ugye itt vannak a lebegőpontos típusok, ugye a float vagy a double. Erről is beszéltünk múlt héten, ugye ezek a hát, valós számok, legalábbis egy nagyon jó közelítése a valós számoknak. Ugye a aritmetikai operátorok itt is ugyanígy működnek, mint ahogy megszokhattuk. Jó, hát itt a moduló az kicsit más, az itt nincs most értelmezve. Nézzük meg, hogy mi az az utasítás, vagy statement. Direkt ott hagytam az angol nyelvű szót is, hogy a könyvbe, hogyha olvassátok, vagy bármilyen dokumentációt, tananyagot olvastok, akkor meg legyen angolul is. Jó, tehát statement, magyarul utasítás. Egy utasítás egy olyan kifejezés, ami pontos veszővel ér véget, vagy egy deklaráció, vagy egy vezérlő utasítás. Lehet, hogy ez most megint nem mond semmit. Itt van pár példa, itt van egy ilyen értékadás példaként. Itt van egy inicializáció példaként, itt van egy ilyen vezérlő utasítás, egy másik vezérlő utasítás, picit hosszabban. Ha ezek most nem világosak, semmi gond, később az lesz. Jó. Na, és akkor nézzünk pár ilyen vezérlési szerkezetet is. Elsőként nézzük meg a szelekciót, vagy a selection-t. Ez választás alternatívák között. Például két szám közül kell kiválasztani a nagyobbat, azt mondjuk így tudjuk megtenni. Megnézzük ezeket majd
programba is, tehát ezekre már mindre fogunk hamarosan példát is nézni. Ugye kulcsszó az if, utána van egy logikai kifejezés, tehát egy olyan kifejezés, ami valamilyen logikai eredménnyel tér vissza, tehát igaz hamissal. Ha ez a kifejezés igaz, akkor ez a rész fog lefutni, tehát a vezérlés ezt a részt fogja végrehajtani. Itt lehet több sor is, tehát nem csak ez az egy sor, hanem akár több sor is. Egyébként, hogyha ez a kifejezés hamis, akkor erre a részre fog ugrani a vezérlés, és ez a sor fog végrehajtódni. Jó, tehát a vezérlés ezt a sort fogja végrehajtani. Nyilván ez is lehet több sor, és akkor azt az egész blokkot szépen lépésről lépésre fogja végrehajtani. Jó, hát a szelekció röviden így működik. Nyilván millió példát fogunk erre majd nézni, ahogy haladunk előre, teljesen világos lesz későbbiekben. Jó, itt van maga a szintax, tehát a szintaktika, hogy hogyan is néz ki. Ugye if kulcsszó, condition, vagy magyarul feltétel, és akkor ez az utasítás, vagy ez az utasítás hajtódik végre, attól függően, hogy a feltételünk igaz vagy hamis. Jó, hát ilyen nagyon egyszerűen ez a szelekció így működik. Jó, nézzünk példát hamarosan. Oké is. Menjünk a következőre. Itt van nekünk a iteráció, vagy iteration, sokféleképpen mondják. Első ilyen kis példánk a while ciklus lesz. Egyébként ez volt az első igazi program, ami kvázi csinált is valamit. Látjátok, hogy itt 49-ben Cambridge-be ez a fickó ezt írta meg. Nyilván nem C++-ba, tehát azért az fontos kihangsúlyozni. Az első 99 egész számnak a négyzetét számolta ki és írta ki. Hát egy nagyon egyszerű kis program, ezt is meg fogjuk nézni, ki fogjuk próbálni. Hogyan is néz ki? Ugye while a kulcsszó, itt van megint egy feltételünk, ugye, hogy meddig fusson tulajdonképpen ez a while ciklus, itt pedig a ciklusnak a törzse van, látjuk, hogy itt a kapcsolzárójelek között itt van a törzs, aminek le kell futnia. És akkor a while ciklus szépen így lépésről lépésre végrehajtódik, egészen addig, amíg ez a feltételünk igaz. Amikor hamissá válik, akkor már nem fut le, és akkor ideugrunk a ciklus utáni részre, és onnan folytatódik a program végrehajtása. Hát jelen esetben látjuk, hogy itt a programunk véget ér, de természetesen ez itt lehetnek más utasítások is. Jó. Ki fogjuk próbálni ezt is? Most nyilván itt csak annyit kell látni, hogy az első 99 számnak a négyzetét fogja kiírni. Az, hogy mi ez a square, erről fogunk majd beszélni hamarosan. Jó, egy függvény lesz, majd ha odaérünk, átbeszéljük, meg tényleg ki fogjuk próbálni. Jó. Van egy más megközelítésünk a iterációra, ez a for loop, vagy for ciklus. Alapvetően a megközelítése a dolognak hasonló, csak minden vezérlő információnk itt van a tetején a dolognak. Most ilyen furán hangzik. Jó, for a kulcsszó, és akkor itt van nekünk ez a kifejezés, hogy mi is történjen, hogy meddig fusson a ciklusunk. Ugye itt van egy ilyen inicializáció, amikor inicializálunk egy változót, ami változó majd vezérelni fogja nekünk ezt a szerkezetet. Ezt fogjuk használni tulajdonképpen végig itt a ciklusban. Van itt nekünk egy feltétel, ez ugyanaz, mint a while ciklusnál volt. Addig fog futni ez a for ciklus, amíg ez a feltételünk igaz. Oké. Itt pedig inkrementáljuk azt a változót, ami vezérli nekünk ezt a kis szerkezetet. Jó. Itt pedig a for ciklusnak a törzse van, ez megint csak ugyanaz, mint ami az imént volt a while ciklusnál, szépen kiírjuk az első 99 számnak ha nullával együtt veszük az első 100 számnak a négyzetét. Jó? Ezt is meg fogjuk nézni. Most legyen elég annyi, hogy minden információ, amire nekünk szükségünk van, az itt van a for ciklusnak a fejében, úgymond a tetején. Jó? Hogyha összehasonlítjuk ezt a while ciklussal, ugye itt csak a feltételünk van. Jó? A while cikluson kívül kellett inicializálnunk
azt a változót, ami vezérli ezt a ciklust, illetve itt a while ciklus törzsében kellett a változónkat inkrementálni. Ennyi alapvetően a különbség, megközelítés kérdése, hogy melyiket használjuk. Alapvetően itt nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik. Ahogy a logika diktálja, úgy érdemes. Nézzünk majd erre millió példát, nagyon sokat fogjuk ezeket a vezérlési szerkezeteket használni. Később egyértelmű lesz, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, mikor, hogy érdemes használni. Érdemes mindkettőt megnézni. Jó? Itt a for ciklusban pedig itt van ugye a inicializáció, a feltétel és a inkrementálás, tehát úgymond a változónak a léptetése egyben. Jó, rendben van. Na de mi az a square? Ugye? Ez a square egy függvény, amit használunk programba. Mikor definiálunk egy függvényt? Ha szét akarjuk szedni kisebb részekre a számítási folyamatokat. Ugye beszéltünk erről a divide and conquer dologról. Ugye amikor azt mondtam, hogy osszuk szét kisebb részekre a problémánkat, egy eszköz erre ez a függvény, vagy hogy függvényeket használunk. Van egy komplexebb számítási folyamatunk, és van benne egy olyan rész, amit esetleg többször is használunk, vagy egy logikailag különálló rész. Akkor azt emeljük ki, érdemes ezeket külön függvényekbe definiálni, külön függvényekbe leírni. Hát ilyen például a számnak a négyzetre emelése jelen esetben, mondjuk ezt nem feltétlenül szoktuk azért így használni, mert azért látjuk, hogy egy számnak a négyzetre emelése tulajdonképpen ennyi, hogy megszorozzuk önmagával. Ez meglehetősen egyszerű dolog, ezt nem mindig szoktuk így kiemelni függvénybe. Viszont ha már több sor a számítási folyamat, mondjuk 2-3 sor, akkor már érdemes kiszedni külön függvénybe, főleg, hogyha több helyen is használjuk a programunkba. Hát egy ilyen példa lehet, hogy mondjuk teszem azt, játszunk a PUBG-vel vagy a Warzone-nal, és tényleg ott előveszük a snipert, meglátjuk az ellenfelet, és rálövünk. Ugye nyilván, ahogy a lövedék röppájája van, azt egy függvényen lehet leírni. Erre vannak különböző függvények, hogy egy golyónak a röppáját hogyan lehet kiszámolni. Na most nyilván ezt érdemes egy külön függvénybe kitenni, hogy ezt a számítást végezzük. És nyilván ezt többször is fogjuk használni a programunkba, tehát nem csak egyszer lövünk valakire, bár néha én Warzone közben még néha egyszer se, de ebbe most nem menjünk bele. Jó, tehát érdemes ezt kitenni külön függvénybe, mert többször is fogjuk használni. Jó. Tehát ez egy példa. Jövő héten a számológépes példánál látni fogjuk, hogy ez egy igen hasznos dolog. Nagyon sokszor használjuk, és tényleg érdemes ezt a megközelítést használni. Jó? De ezt is fogjuk gyakorolni, ezt is fogjuk használni. Másik ilyen dolog, hogy olvashatóbbá válik a forráskódunk. Úgymond elnevezzük a számítási részt. Például ugye a golyó röppájájának a kiszámítása. És tényleg ez egyszerűsíti a tesztelést is, karbantartást, hogyha valami probléma van ezzel, akkor nem kell minden egyes helyen megnézni, ahol használjuk, elég tényleg csak azt a függvényt megnézni jobban, ott kidebugolni, hogy mi lehet esetleg a probléma, nem kell tényleg minden egyes részén a programnak ezt megnéznünk. Jó, rendben van. Na csak közben ránézek. Jó, oké, és na, így akkor tulajdonképpen ez a felvezető rész, ez most ennyi lenne így a, úgymond a prezentáció rész. Nézzük is akkor meg az első ilyen kis példánkat, ami egy egyszerű szelekció lesz, if statement 1, hát... Jó lesz így névnek, nem a legszerencsésebb, de erről lesz szó. Oké, és na és akkor hát nyilván kezdjük a szokásos include-dal.
És akkor ide egy mainbe, ugye a szokásos boilerplate-tel. Írjunk egy olyan kis, egyszerű kis programot, ami két szám közül eldönti, hogy melyik a nagyobb. Jó, hát ez egy viszonylag egyszerű dolog. Ugye, ahogy csináltuk eddig is, fölveszünk két változót, ugye két integer A és B, inicializáljunk mindkettőt nullára, ahogy múlt alkalommal beszéltük, biztos, ami biztos, mindig inicializáljunk. Írjunk egy kis üzenetet a usernek, hogy írjon be két egész számot, integer values, jó. Oké, és tehát, hogy írjon be két számot. Olvassuk be ezt a két számot. Ugye kérjük be így szó közel választva, tényleg csak ilyen nagyon egyszerűen. Eddig szerintem ismerős a dolog. Na és akkor most jön az, hogy vizsgáljuk meg, hogy melyik a nagyobb. Jó, ezt úgy tudjuk, hogy mondjuk A nagyobb A vagy B. Így ebben az esetben akkor nyilván a B lesz a nagyobb. És írjunk egy kis üzenetet, hogy mondjuk max, és hát legyen ilyen kicsit ilyen matematikaibb megközelítésbe. Hát így vesszővel elválasztva, A és B, akkor ide jöhet a zárójel, legyen egy, hát írjuk ilyen kicsit ilyen olvasható nyelven, íz, és akkor ide pedig ugye kiírjuk a B-t, mert ebben az esetben ugye a B lesz a nagyobb. Jó. Picit húzok még rajta, hogy látszódjon. Ugye? Yeah. Mert hogy mi fog történni, hogyha az A kisebb, mint B, akkor nyilván a B a nagyobb, tehát akkor a B-t írjuk ki. Egyébként pedig, ugye alapvetően ugyanezt kell tennünk, tehát ugyanígy írjuk ki, hogy a AB közül, csak itt most akkor a A lesz a nagyobb. Ugye nyilván, mert egy logikai kifejezéssel térünk vissza, és így van, jó, és a szokásos boilerplate-tel térünk vissza nullával. Jó. Na de akkor nézzük is meg, hogy működik-e. Oké, hát ilyen hibát gondolom ti is kaptatok. Jó, akkor gyorsan bemásolom ide. Bocsi. Jó, most már itt van, és akkor így fogjuk csinálni. Na újra. Most már jó. Oké, és na, és akkor írjunk be két egész számot, mondjuk legyen 2 és 5, és akkor itt kérje nekünk, hogy a 2-5-ben az 5 a nagyobb, eddig rendben vagyunk. Most nézzünk egy 5-2-t, csak hogy cseréljük meg. Jó, és megint az 5-öt írja ki. Jó, 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 rendben van. Na hát eddig rendben vagyunk. Oké, és jó. Tehát látjuk azt, hogy a program működik. Mi is történik? Ugye látjuk azt, hogy kírjuk ezt a kis hiba üzenetet, vagy kis üzenetet, hogy mi a teendője a usernek, és itt szépen beolvasunk két számot. Ugye látjuk, hogy whitespace karakterekkel választottuk el, ahogy eddig is tettük, és szépen a A és a B fölveszi azt az értéket, amit ide beírtunk. Most első esetben A 2-t vesz föl, a B pedig 5-öt. Ugye? Tehát A és B fölvesz egy-egy értéket, az A az 2 lesz, a B pedig 5. Most itt pedig megnézzük azt, hogy melyik a nagyobb.
igazából. Ugye itt látjuk, hogy első esetben az A kisebb, mint B. Jó? Tehát itt ez, ennek a kifejezésnek az eredménye az igaz lesz. Jó? Tehát ha A kisebb, mint B, akkor hajtódjon végre ez a sor. Tehát ezt a sort fogja a vezérlés végrehajtani, és itt kiírja nekünk B értékét. Hát meg sok más egyebet itt előtte, de ugye akkor B-t fogja kiírni. Jó. Ugye látjuk azt, hogy ez a rész itt nem hajtódik végre, tehát ide nem ugrik a vezérlés. Nyilván ebben az esetben nem fog ideugrani, hanem amikor ugye végeztünk ezzel a résszel, akkor ideugrik a vezérlés, tehát innen fogja folytatni úgymond a program a futását. Jelen esetben itt már nincsen semmi, csak egy kilépés, ugye itt a return nullával szépen kilépünk, és a programunk befejeződik. Jó. Látjuk, hogy ugye vagy ez a sor hajtódik végre, vagy ez a sor hajtódik végre. Jó? Ezért szelekció, válasszuk ki, hogy melyik részt hajtsa végre a vezérlés. Jó. Na nézzük meg a második esetet, hogy ott mi történik. Ugye itt beírunk 5-öt és 2-t, így akkor az A értéke 5 lesz, a B értéke pedig 2. Jó. Na nézzük meg, itt vagyunk, vizsgáljuk, hogy itt ez a kifejezés milyen eredményt ad, tehát mi a kifejezésnek az eredménye. Nézzük meg, A kisebb, mint B. Hát jelen esetben nem, mert hogy az A az 5, a B meg 2, tehát ennek a kifejezésnek az értéke hamis lesz, tehát hamissal tér vissza a reláció operátor. Ilyenkor rögtön ugrunk ebbe az elszágba, tehát a vezérlés ideugrik, és itt kezdi el szépen végrehajtani a programot, tehát innen folytatja, tehát ezt a sort itt most kihagyja. Tehát ez itt nyilván nem fog végrehajtódni, mert hogyha a kifejezésünk hamis, akkor az elszágra ugrik a vezérlés, és ezt a sort hajtja végre. Jó, rendben van. Ez a sor végrehajtódik, itt kírja nekünk A értékét, meg ugye azokat, amit még ide elírtunk. Majd amikor végeztünk, szépen ugyanúgy innen folytatódik a végrehajtás. Jó. Jelen esetben megint csak véget ér a programunk, mert itt nincs semmi. Jó, mit látunk ebből? Ugye egyrészt azt, hogy a programunk végrehajtása úgymond szekvenciális, tehát szépen sorban megyünk végig az egyes utasításokon. Jelen esetben ugye innen indul a program. Itt első lépés, mit csinálunk? Inicializálunk két változót, foglalunk memóriát, adunk neki kezdőértéket, utána kiírjuk ezt a kis üzenetet. Nyilván ezt is látjuk itt, hogy ezt ki is írja nekünk. Tehát megyünk tovább, bekérjük a két számot, mi kézzel beírjuk, majd ideugrik szépen a vezérlés, hú, ez egy elágazás, megnézzük, hogy a feltétel milyen, ha igaz, akkor ez hajtódik végre, ha hamis, akkor ez hajtódik végre, és ugrunk tovább. Tehát így szépen sorba megyünk végig a programon. Jó? Egyébként a legtöbb ilyen programozási nyelvben, meg programozási paradigmában ez a szekvenciális végrehajtás van, tehát szépen sorról sorra megyünk végig a programunkon. Jó? Itt C++-ba is, meg majd később, amit néztek, Java-ba is, C-sharp-ba is, ez az alap megközelítés. Nyilván itt persze lehet bonyolítani a dolgokat, de egyelőre a szekvenciális végrehajtás az, amit nekünk érdekes és fontos. Vannak olyan programozási nyelvek, illetve programozási paradigmák, ahol minden egyes kifejezés egyszerre fut le, ezt főleg ilyen hardware programozásban használják, de ezzel mi most nem foglalkozunk. Ami nekünk fontos az, hogy szépen sorban lépésről lépésre hajtódik végre a programunk. Menjünk tovább, és nézzünk meg egy másik kis példát ugyanerre a problémára. Hát én ezt most elmentem új néven, és ennek mondjuk legyen Unit 1 a neve. Igazából a programunk nem ezt fogja csinálni, szóval ezt én itt ki is törlöm, hanem egy picit mást fogunk most csinálni. Biztos emlékeztek, múlt alkalommal készítettünk egy nagyon egyszerű kis programot, ami a ilyen távolság átváltó, tehát az incset váltja át nekünk centiméterre, pontosabban egy incsben megadott mennyiséget vált át centiméterre. Most egy picit gondoljuk ezt tovább, és készítsünk egy olyan kis programot,
attól függően váltja át, hogy milyen mértékegységbe adtuk meg. Tehát, hogyha inchbe adtuk meg, akkor centiméterre váltja át, ha centiméterre adtuk meg, akkor inchbe váltja át. Jó? És ezt fogunk használni egy ilyen kis egyszerű ifes szerkezetet. Jó, na és akkor ha hasonlóan írjuk meg ezt a programot, ugyanúgy kell nekünk az átváltás, ugyanilyen konstansként fogjuk megadni ezt a centiméter per incset, ugye ez a 2,54, ugye az átváltás ugye a két mértékegység között, ugye lesz egy hosszúság, amibe be fogjuk kérni, illetve lesz nekünk egy mértékegység, amit majd karakterbe fogunk megkérdezni. Tehát egy karakterbe fogjuk tárolni, és egy betűt kell beírni, hogy az most nincs, vagy centiméter. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű kis dolog. Oké, és megint megkérjük a user-t, hogy írja be a mértékegységet. Pontosabban a host és a mértékegységet. Így van. Csak annyit hozzáteszünk, hogy C vagy inch. Jó? Mert egyelőre csak ezt a két mértékegységet fogjuk tudni elfogadni. Oké is. Jó. Rendben van. Olvassuk is be. Először beolvassuk ugye a host. Aztán pedig beolvassuk a mértékegységet. Hát, ahogy amúgy lenni is szokott. És akkor most jön tulajdonképpen az, amit az imént is megnéztünk. Tehát, hogyha ez a unit mondjuk inch, akkor azt csináljuk, hogy hát egyrészt írjuk ki azt, hogy mit számoltunk ki, tehát hogy mi az, amit beírtunk. Ugye inchbe adtuk meg, mivel hogy most a vezérlésnek abba az ágába vagyunk, hogy inchbe adtuk meg, és ez inchben egyenlő a length szorozva a átváltóval. Jó? Tehát a váltóval. Oké. És akkor ide még tényleg kírjuk azt, hogy centiméter, és készen vagyunk. Oké. Egyébként meg írjuk ki ugyanezt, csak fordítva, hogy a length egyenlő centiméter, csak itt ugye nem szorzás van, hanem osztás van, mert akkor nyilván osztanunk kell, és itt is kijavítjuk, hogy ez inchbe lesz ennyi. Oké, és jó, rendben van. Legalábbis reméljük, de próbáljuk ki. Tudjuk, hogy a puding próbálja az evés. Na nézzük. Oké, és unit 1. Rendben van. És akkor futtassuk is le. Itt kéri nekünk a host. Oké, és akkor mondjuk írjuk be, hogy 10 centi. Jó, és ezt itt elszámolja nekünk, hogy 3,93. Hát, úgy első ránézésre jónak tűnik. Mondjuk 10 osztva 2,5 az 4. Nagyjából jó. Nyilván az ellenőrzés akkor teljes, hogyha számológéppel is megnézzük. Tehát nézzük meg csak gyorsan, hogy jók vagyunk-e. Csak tényleg ilyen önellenőrzés céllal. 2,54. Hát látjuk, hogy jó. Tehát nyilván itt a kerekítések azért különféleképpen működhetnek, de látjuk, hogy egyelőre jó eredményt kaptunk. Jó. Na nézzük meg visszafele, hogy működik-e. Mondjuk most írjunk be 10 incset. Jó, látjuk, hogy visszafele, tehát ez biztosan jó, ezt még így fejbe is ki lehet számolni. 10x2,54 az 25,4. Jó, tehát látjuk, hogy így első megközelítésre
jól működik a programunk. Viszont azért valljuk be őszintén, hogy ez nem túl golyóálló ez a megközelítésünk, mert mi van akkor, hogyha a userünk mondjuk valamit mást ír be, mondjuk lábat. Ugye van ez a foot, tehát hogy mondjuk 6 láb magas, vagy ilyesmi. Ugye akkor is átszámolja, tehát ez azért valljuk be őszintén, hogy nem az igazi. Úgyhogy egy picit fejlesszük már tovább, és egy kicsit a vezérlési szerkezetek kapcsán egy újabb eszközt is megnézünk. Ez pedig az else if. Ugye, ami megint csak arra jó, hogy itt megint tudunk tesztelni egy másik feltételt. Jó. Tehát egyrészt tudjuk azt, hogy ugye itt a sima if-be meg tudjuk nézni, és itt az else if tulajdonképpen megint csak ugyanaz történik, mint az imént. Tehát itt megint megvizsgálja ezt a feltételt, hogy igaz-e vagy sem. És hogyha igaz, akkor nyilván ez fog lefutni egyébként meg valami más, mindjárt ezt megnézzük. Jó? Tehát nagyjából ezek ugyanúgy működnek. Ugye annyi, hogy nyilván ha ez hamis, akkor megnézzük ezt. Ha ez is hamis, akkor ugrunk ide. Jó? Hogyha ez igaz, akkor pedig végrehajtjuk ezt. Jó? Tehát ez ilyen kis többszörös elágazás, ha úgy tetszik. Jó. Na de, ha van ifünk és van else ifünk, akkor mindenképp legyen else, tehát legyen egy olyan alaphelyzet, amikor egyik se igaz. Jó. És ilyenkor nyilván sokféle dolgot tudunk csinálni, hát itt most logikailag talán az lenne a legjobb, hogyha kiírnánk egy ilyen kis hiba üzenetet, hogy nincs ilyen mértékegységünk. Talán ezzel a kis hiba üzenettel tudjuk jelezni azt, hogy ez így nem fog működni, tehát ezt mi nem tudjuk lekezelni, úgymond. Egyébként ez egy ilyen elég jó megközelítés, hogy mindig hiba kezeljünk. Azért jövő héten fogunk erről talán beszélni a hiba kezeléses laborok kapcsán, hogy mindig kezeljük le ez a... hogy mindig... kezeljük le ezeket a problémákat. A userek képesek sok mindent beírni, de mondom, erről fogunk jövő héten beszélni. Jó? Na de próbáljuk ki, hogy mi is történik ilyenkor. Meg egyáltalán, hogy működik-e a program. Lefordul, eddig rendben van. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan is viselkedik ez a dolog. Hát írjuk be ezt a 10 incset. Oké, és a 10 incset átszámolta nekünk centiméterre, eddig rendben vagyunk. Jó. Most írjunk be 10 centimétert. A 10 centimétert megint csak átszámolta nekünk helyesen incsre. Tehát megint rendben vagyunk. Ugye ez eddig ugyanaz, mint az imént is volt. Na most nézzük meg, hogyha beírunk 10 lábat. Ja, el kéne menteni a programot, és akkor biztos jó lenne. Annyira klasszikusak ezek a hibák egyébként. Jó. Na tehát akkor újra 10 inch. Ezt átváltja centiméterre. Oké. Nézzük meg a 10 centimétert. Ezt is átváltja. Ez is oké. Tehát eddig rendben vagyunk. És akkor most nézzük meg a 10 lábat. Jó. És akkor itt szépen már kiírja nekünk a hiba üzenetet. Jó, és innentől kezdve nyilván már bármilyen karaktert írunk, mondjuk hektár, vagy nem is tudom, négyszögöl, jó, ezekre már mind szépen ki fogja írni, hogy nincs ilyen mértékegység. Van egy másik fajta vezérlési szerkezet, amit ilyen úgynevezett többszörös választásra tudunk alkalmazni. Látjuk, hogy itt tulajdonképpen, hát mondhatnám azt, hogy két dolog közül választunk, de inkább három, jó, tehát van egy ilyen alap változat is, és hát ezt az else-et nem feltétlenül szoktuk használni, előfordul persze, hanem erre van egy másik vezérlési szerkezet, az úgynevezett switches vezérlési szerkezet,
Úgyhogy most erre fogjuk egy kicsit, erre fogjuk átírni, ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogyan is működik. Ezt most egyelőre itt hagyom, és beteszem ilyen blokk kommentbe, mert ezeket fogjuk majd használni. Na most ez a percsillag használatos arra, hogy ezeket, tehát ilyen kis kommenteket tegyünk. Ha ezt tesszük, akkor ez olyan, mint ha nem is lenne, tehát ezt a program majd nem fogja végrehajtani. Jó, most legyen egyelőre elég. Kommentezésről fogunk beszélni a hibakezelés kapcsán majd. Jó, na és akkor nézzük meg ezt a switch-es szerkezetet, hogy hogyan működik. Hát alapvetően mi közül akarunk választani, nyilván a unitnek a értékei közül fogunk választani. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy hogyan tudunk a unit értékei között választani. Ugye kulcsszónk a switch, és zárójelbe pedig azt kell beírnunk, hogy mit akarunk vizsgálni, mi az a változó, mi az az objektum, amit vizsgálni akarunk. És ez alapján különböző eseteket tudunk itt fölírni. Hát például mi van akkor, hogyha a unitunk i. Tehát mit nézzünk meg? Ugye az, hogy a unitnak milyen értéke van, és abban az esetben, hogyha az i, akkor mi történjen. És akkor itt tulajdonképpen a kész alá azt írjuk, aminek történnie kell. Hát jelen esetben ugye itt most nyomok egy sima copy-paste-et, mert ennek kell történnie, tehát azt akarom, hogy ez fusson le. Jó, hát ezt egy picit máshogy rendezzük, nézzen ki egy kicsit szebben a dolgunk. Jó, tehát abban az esetben, hogyha a unitunk i, akkor fusson le ez a sor. Jó. Amit itt a switchnél még meg kell tennünk, az az, hogy minden egyes esetnél kell egy úgynevezett break utasítás. Egyelőre ezt csak fogadjuk el, hogy ez kell ide, később majd beszélünk erről is. Jó. De van nekünk egy másik esetünk, legyen ez mondjuk a C. És akkor ezt is ide húzom az elejére. És akkor itt pedig azt mondjuk meg, hogy mi történjen, hogyha a karakterünk C, tehát a unit C értéket vesz föl, hát akkor pedig kiírjuk ezt, tehát ezt a sort fogjuk végrehajtani, és ugyancsak nyomunk egy break utasítást, mert ez kell mindig. Oké. Jó. És akkor nyilván itt jön a harmadik eset, amikor pedig azt kezeljük le, hogyha egyik se. Erre van egy elegáns megoldás a switchbe, ez pedig a default, tehát az alapeset, amikor ugye egyik sem teljesül, tehát se nem i, se nem c a unitunk, akkor van egy alapesetünk, és akkor pedig kiírjuk ezt a hiba üzenetet, a breaket pedig csak ide tesszük, hogy biztos legyen a dolog, tehát hogy minden rendben legyen. Jó. Na hát ez egy másik fajta vezérlési szerkezet alapvetően ugyanarra a problémára, de még mielőtt úgy részletesebben belemennénk, nézzük meg, hogy működik-e, illetve hogy hogyan is működik a program. Lefordul. Jó. Na és akkor megint nyomjuk a szokásos 10C, átváltja nekünk inch-re, legyen a 10i, ezt átváltja nekünk inch centiméterre, és legyen mondjuk 10 láb, itt pedig kiírja a hiba üzenetet. Szuper. Na tehát akkor hogyan is működik? Ugye hasonlóan az előzőhöz, tehát igazából változás nincsen a működésben. Ugye ide ér a vezérlés a switchhez. Ugye eddig a szokásos, kérjük ezt a kis üzenetet, beolvassuk a host és a mértékegységet. Ideugrik a vezérlés a switchhez. Megnézzük, hogy a unit mi. Tehát milyen értéke van a unitnak. Ugye abban az esetben, hogyha i, ugye itt, amikor incset adtunk meg, akkor ez itt szépen végrehajtódik, tehát végrehajtjuk ezt az utasítást, kérjük ugye a lengtet, kérjük, ugye itt összeszorozzuk, kérjük az eredményt is, meg itt a centimétert, újsort, stb. Amikor ez a sor végrehajtódik, ez a sorhoz érkezünk, a break pedig annyit mond, hogy lépjen ki a switch
vezérlési szerkezetből. Jó? Na most, hogyha ezt itt kihagynánk, most egyelőre csak így beteszem kommentbe, akkor végrehajtódna ez is. Bármi furcsa, tehát szépen akkor menne végig. Beszéljünk majd kicsit később arról, hogy ez miért érdekes. A számológépes példán ez majd egy viszonylag hasznos dolog lesz. Kell a break mindenképpen, mert azzal fog kiugrani a switch vezérlési szerkezetből. Jó? És ebben az esetben innen folytatódik a program végrehajtása. Jó, rendben van. Na nézzük meg a következőt. Itt most centimétert adtunk meg, tehát itt C-t adtunk meg. Tehát a unitunk nem I, hanem C. Ide ugrik a vezérlés, szépen végrehajtja ezt a sort, ugyanúgy, ahogy az előbb, majd a break-kel kilép a switchből, és innen folytatódik. Na, mi történik, hogyha F-et adtunk meg? Ugye a unitunk se nem I, se nem C, hanem egy alapértelmezett dolog fog végrehajtódni, tehát ide ugrik a default részhez, kiírja a hibaüzenetet, majd a break-kel, csak hogy teljes legyen a dolog, kilépünk a switchből, és a programunk jelen esetben a véget fog érni. Hát ilyen egyszerű ez a vezérlési szerkezet. Alapvetően tényleg nagyon hasonlóan működik. Ha több dolog közül kell választanunk, akkor ezt szoktuk használni. Ha két dolog közül, akkor nyilván az if az, ami sokkal egyszerűbb, de hogyha több dolog közül kell választani, három vagy annál több, akkor érdemes már így ezt a switches szerkezetet használni. Picit jobban átlátható meg picit jobban kezelhető. Szerintem legalábbis. Ezek a vezérlési szerkezetek voltak ugye a selekció vagy selection, igazából. És most nézzük meg az iterációkat. Ezt egy picit rövidebben fogjuk, ugyanis tényleg egyelőre csak annyit fogunk megnézni, ami volt a prezentációkban is. Úgyhogy nyitok erre egy újat, és itt az elejét csak kikopi-pésztelem, hogy ezt ne kelljen megírni. Jó, tehát a szokásos boilerplate-ből indulunk, és elmentjük, hát nézzük meg először a while-t, mert a prezentációban is így jött sorba. Szóval akkor mi is a program? Írjuk ki az első 100 számnak a négyzetét. Egy nagyon egyszerű kis program. Először ugye while-al fogjuk megoldani. Inicializáljunk egy változót, ezt fogjuk majd kiírni. Jön a kulcsszavunk, ugye a while. Meddig futunk? Hát egészen addig, amíg az i kisebb, mint 100. Nyilván a 100-at már nem fogjuk kiírni, tehát azt már nem szükséges. És akkor itt egy nagyon egyszerű kis kiírás lesz. Ugye egyrészt írjuk ki a számot, tehát hogy hanyadiknál járunk, csak hogy tudjuk ellenőrizni. Utána tegyünk le egy ilyen kis tabulátort. Erről beszéltünk, hogy ez is egy white space karakter. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan milyen eredményt fog nekünk adni. Írjuk ki a két számnak a négyzetét. Most ilyen nagyon egyszerűen i szer i, és írjunk egy új sor karaktert a végére. Ugye, amire nekünk még szükségünk van, hogy növeljük i-nek az értékét, ugye, hogy tehát szépen léptessük, mert így fogjuk majd tudni kiírni az első 100 számnak a négyzetét. Jó. Na, hát első megközelítésre valami ilyesmi kellene, reméljük, hogy jól is dolgoztunk. Eddig rendben vagyunk, és akkor írjuk is ki. Így is van. Le is fut a program, és látjuk, hogy itt szépen kiírja nekünk az első 100 számnak a négyzetét. Jó. Na de hogyan működik, és tényleg így lépésről lépésre, hogy mi történik. Ugye első körben megint ugyanaz, mint az imént, deklaráltunk egy változót, inicializáltuk nullára, ahogy azt beszéltük is. Ezt fogjuk majd használni egyrészt kiírásra is, ugye itt látjuk, másrészt pedig a ciklus változónak is, tehát ami vezéri ezt a kis, ezt a kis szerkezetünket, ezt a kis while ciklusunkat. Jó, ide ér a vezérlésünk, látja, hogy ez itt egy while lesz, itt akkor valami iteráció következhet, nézzük meg a feltételt. Na most, mit mond nekünk a feltétel? Első körben azt nézzük meg, hogy az i kisebb, mint ez, kisebb, mint 100. Első körben ez az, hogy a nulla kisebb, mint 100, hiszen az i-nek az első lépésben nulla az értéke.
Hát nyilván ez igaz lesz, mert az i még kis, tehát 0 kisebb, mint 100. Hajtsuk végre a ciklusnak a törzsét. Hát itt kiírjuk az i-t, nyomunk egy tabulátort, kiírjuk az i szerint, ugye ami most első lépésben még ugye 0 lesz, mert 0 szor 0 az 0, és teszünk egy új sor karaktert. És ezt látjuk itt. Tehát pontosan ezt fogja csinálni. Ugye kiírja a nullát, kiír egy tabulátort, ami ez. Most már azt is tudjuk, hogy mi az a tabulátor, ha eddig nem tudtuk. Egyébként ugyanaz, mint Word-be, meg mindenféle szövegszerkesztőbe. Hasonlóan működik itt is. Aztán kiírjuk itt a négyzetet. Hát ami ebben az esetben nyilván 0 szor 0 az 0. Készen is vagyunk. Meg itt ugye teszünk egy új sor karaktert, ami hát lehet, hogy most még nem látszódik, de nyilván mivel itt a többi már új sorban van, ezért oda fogja tenni. Jó. Viszont ami nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy írjuk ki a... Tehát növeljük egyel a ciklus változónkat. Jó? Okés. Tehát növeltük egyel, innentől kezdve az i az 1 lesz. Na, és akkor megint ugrunk ide, ugye, nagyon fontos, tehát nem innen folytatódik a vezérlés, hanem ugrunk vissza ide az elejére, megint megnézzük azt, hogy az i kisebb, mint 100. Jó, ugye most egy az értéke, egy kisebb, mint 100, megint végrehajtjuk a ciklus törzset, ami áll egy kiírásból, ugyanúgy, mint az imént, csak most ugye egyre hajtjuk végre ezeket a kifejezéseket, majd megint növeljük egyel a ciklus változónkat, innentől már 2 lesz. Jó. Megint ugrunk ide az elejére, megint megnézzük azt, hogy 2 kisebb, mint 100, megint kisebb, megint végrehajtjuk. Jó, és ez szépen megy így egészen addig, amíg ez a kifejezésünk igaz. Na, nézzük meg, hogy a vége mi. Remélem látszik. Ugye a vége itt 99, meg 9801. Oké, és tehát kiírtuk itt, hogy 99, meg 9801, mert hogy 99-nek annyi a négyzete. Jó. Növeljük egyel a ciklus változónkat, akkor már 100 lesz. Ugye meg 99 után 100 jön. Megint ugrunk ide az elejére, megnézzük, hogy a 100 az kisebb, mint 100. Hát nem, mert a 100 az egyenlő 100. Ilyenkor már a ciklus törzs nem hajtódik végre, hanem ugrunk ide a ciklus utánra. És innentől kezdve pedig innentől folytatódik a program végrehajtása, jelen esetben egy return utasítással a programunk kilép. Na, hát így működik röviden, tömören ez a while ciklus. Nyilván figyeljük azt, hogy a feltételünk igaz-e vagy hamis. Ha igaz, akkor végrehajtjuk a ciklust, ha hamis, akkor kilépünk belőle. Tehát akkor ugrunk a ciklus utánra. Jó, rendben van. Na, és akkor itt szépen kiírja nekünk az első 100 számnak a négyzetét nullával együtt. Jó. Figyeljünk oda, hogy mit csinálunk. Klasszikus hiba szokott lenni az, hogy ez itt lemarad. Nézzük meg, hogy ebbe az esetben mi történik. Hát látjuk, hogy így akkor úgymond egy végtelen ciklust fogunk kapni. Ez a program folyamatosan írja most ki a nulla nullát. Jó? Tehát ez egy úgynevezett végtelen ciklus. Erre figyeljünk oda, hogyha ilyesmi van, akkor valószínű, itt ugye nem léptetjük. Miért van végtelen ciklus? Ugye azért, mert az i értéke folyamatosan nulla. Tehát nem változik i értéke, és ezért ez a feltétel ez mindig igaz. Jó? Tehát itt ez igaz marad, mert a nulla mindig kisebb, mint 100, és ez mindig végrehajtja a ciklus törzset, tehát a vezérlés sose fog ide lépni. Jó? Ebben az esetben a programból a Ctrl-C-vel tudunk kilépni, mert Linuxban ezt fogja kikillelni nekünk az alkalmazásunkat. Ez fogja leállítani a programot. Jó? Csak hogyha esetleg belefutunk egy ilyen hibába, akkor azt azért ellenőrizzük, hogy léptetjük-e a ciklus változót. Jó, rendben van. Na, nézzük meg a fort is, csak hogy lássuk. Elmentem más néven, találóan legyen neve for. Jó? És igazából, amit itt nekünk módosítani kell, az egyrészt itt a fej,
ugye? Mert ezt át kell nekünk írni forra. Hát, tanácsos egyébként a for ciklus esetén ilyen statement scope-okat használni, ha csak nincs valami jó okunk arra, hogy ne használjuk itt. Úgyhogy a deklarációt én innen ki is veszem, ezt az inicializációt, majd erről fogunk beszélni, hogy ez egyébként miért érdekes. Jó. Tegyük be a feltételt ugye ide, ez ugyanaz, mint az imént, a léptetést pedig ide. Na most, mivel ide tettük a léptetést, ezért ide már nem fog kelleni. Jó, tehát figyeljünk arra, hogy hogyan léptetjük, tehát kétszer ne léptessük, de majd megnézzük ezt is, hogy ez miért érdekes. Jó, a kiírásunk meg maradjon ugyanaz. Tehát azt jelen esetben most nekünk nem kell változtatni, az maradhat. Jó, tehát a kiírás az így rendben van. Jó. Na nézzük meg, hogy ez működik-e. A program lefordul, a program lefut, és első ránézésre ugyanazt az eredményt írja ki, tehát szépen elindul nullától, és egyessével haladunk 99-ig. Jó. Tehát alapvetően rendben vagyunk, a programunk jól működik. Na most, nézzünk azért rá, hogy mi a különbség. Nyilván az alaplogika ugyanaz, tehát ugyanúgy ezt ellenőrizzük, hogy kisebb, mint 100, és ugyanúgy egyesével léptetjük, mint az imént, és egészen addig fog ugye végrehajtódni a ciklusnak a törzse újra és újra, amíg ez a feltétel igaz. Tehát ez hasonlóan működik ilyen értelemben, mint a while. Jó, na most ez itt három különböző statement, ezt látjátok, hogy itt pontos veszőkkel van elválasztva, erre figyeljünk oda. Szoktam látni ilyet, és akkor nem tudjuk, mi a hiba. Jó, tehát ezekre tényleg figyeljünk oda, de ezeket, ahogy írjátok ezeket a programokat, meg gyakoroltok, mindig szépen elő fog jönni, és a fordító fog nektek hibát jelezni. Jövő héten beszélünk erről kicsit részletesebben. Ugye, ami változás van, hogy ezt az integert itt belül deklaráltuk, tehát itt deklaráltuk és inicializáltuk. Igazából annyi a különbség, hogy ez a változó csak itt belül fog látszódni. Jó, hát most megnyitom a while-t. Erről fogunk majd kicsit bővebben beszélni. Ez az integer látszódik itt kívül is. Jó, tehát ezt használhatjuk máshol is. Részletkérdés igazából, később majd bővebben tárgyaljuk ezt a témát. Jó? Tehát mondom, ugyanaz történik, van nekünk egy ciklusváltozónk, ugyanígy az i, van egy feltételünk, hogy meddig fusson ez a kis vezérlési szerkezet, meg van egy ilyen vezérlő utasításunk, vagy hát egy ilyen inkrementálásunk, amit vezéri a ciklust. Na most, nyilván figyeljünk oda, hogy hogyan léptetjük, tehát tényleg nagyon fontos, hogy erre legyünk tekintettel. Ha netán ez itt maradna, az se gond, csak akkor más fog történni. Ezt most megmutatom, csak hogy nézzünk rá. Látjuk azt, hogy ebben az esetben ugye kettesével lépünk. Nem biztos, hogy ezt akartuk. Hogyha kettesével akarunk lépni, akkor ne itt tegyük meg a léptetést, hanem tegyük meg fönt itt a fejben. Ugyanis megtehetjük, egészen egyszerűen annyit írunk, hogy i plusz egyenlő 2. És akkor, ha minden igaz, ugyanígy kettesével fog nekünk lépni. Jó? Tehát így nem kötelező nyilván egyesével mennünk, mehetünk kettesével, hármasával, tízesével, teljesen mindegy. Nyilván itt most csak a példa kedvéért, hogy írjuk ki az összes négyzetszámot, így akkor az első, pontosabban az első száz, ne az összeset, az első száz négyzetszámot, így akkor ezt így tudjuk megtenni. Lépjünk tovább, és akkor nézzük meg a függvényeket. Ugye a függvényekről is beszéltünk, hogy használjuk azokat is, illetve a prezibe is volt róla szó, hogy mik is azok a függvények. Így van, csak fölvillantom, és akkor ezt most meg is írjuk. Ugye látjuk, hogy itt valaminek a négyzetét számoljuk ki. Úgyhogy erre tudunk írni egy függvényt. Ezt most el is mentem. Így function néven.
és akkor ebbe fogjuk megírni, hogy ezt helyettesítsük már azzal, hogy square i, és ez fogja nekünk majd az eredményünket szolgáltatni. Na nézzük is meg, akkor írjuk is meg ezt a függvényt. Na most nyilván itt első körben integerekre fog működni, tehát legyen a paraméterünk integer, mindjárt beszélünk, hogy ez mit jelent, és egész egyszerűen csak adjuk vissza a négyzetét. Hát látjuk, hogy ez ugyanaz, mint ami itt volt az imént, tehát ez a i-szer i, csak itt most ez x-szer x lesz, mert itt fog a paraméterben megjelenni majd az érték. És akkor próbáljuk is ki, igazából még mielőtt jobban belemennék a magyarázatba, hogy működik-e. A program lefordul, és így van, és le is fut, és ugyanazt az eredményt adja. Így van, így első ránézésre jónak néz ki. Jó, na mi történik itt? Ugye annyi történik, hogy ugye itt van nekünk ez a kis függvényünk, és amikor itt meghívjuk ezt a függvényt, akkor a vezérlés ideugrik, és végrehajtja azt, ami itt történik, tehát amit itt úgymond deklaráltunk, vagy itt definiáltunk. Csak nagyon röviden, mert tényleg később részletesebben lesz róla szó. Ugye a függvénynek nyilván van egy neve, meg van egy paraméter listája. Jó? Fogunk erről beszélni, most legyen erről egyelőre annyi elég, hogy amit itt átadunk értéket paraméterül, az itt meg fog jelenni, és itt a programunkba tudjuk használni. Jó, tehát itt belül tudjuk használni. Na most, ebben az egyszerű kis programban annyi történik, ugye első lépésben vagyunk itt a for ciklusba, ugyanúgy, hogy az imént, ugye először nulla értéket vesz fel az i, tehát itt ezt a nulla értéket fogjuk átadni a square függvényünknek. Ez a nulla érték itt meg fog jelenni, okés, tehát itt ez a nulla itt meg fog jelenni, és itt ezt a kis számítást el is végezzük, tehát 0x0, és ezt a értéket visszaadjuk. Tehát a függvénynek lesz egy értéke, hogy egy visszatérési értéke, jelen esetben 0. Oké, és mert első lépésben ennyi. Na, menjünk a következőre. Ugye itt növeljük az i-t, i akkor 1 lesz, itt átadjuk az 1-et, itt az 1 az meg fog jelenni, és ezt az 1-et itt tudjuk majd használni. Elvégezzük ezt a kis számítást, 1x1 az 1, visszaadjuk az 1 értéket. Jó. És ez az 1 érték itt meg fog jelenni eredményként, és ezt az 1 értéket itt szépen kiírjuk. Okés. Jó, menjük tovább, ugyanez 2-re, megint csak megjelenik itt a 2, mint érték, kiszámoljuk ezt, 2x2, 4, visszaadjuk a 4-et, mint eredmény, és itt megjelenik, és itt szépen ki fogjuk írni. Jó, rendben van. Na, látjuk azt, hogy itt a vezérlés egy kicsit ugrál, úgymond ugrál, tehát nyilván ezt a kis számítást igazából itt végezzük el, és az eredményt itt fogjuk kiírni. Tehát amit itt elvégzünk a square függvénybe számítást, annak az eredményeit meg fog jelenni. Jó? És azt fogjuk itt kiírni. Na most csak rápillantunk a prezentációra, hogy látjuk, hogy a vezérlés, hogy hogyan fog ugrálni. Jó? Ahogy azt magyaráztam az imént is, hogy jövünk szépen itt a mainbe, ugyanint mondjuk a while ciklus van, de ugyanígy működik a fornál is. Ugye nyilván itt megnézzük a feltételt, hogy igaz vagy hamis, ha igaz, akkor belépünk a ciklusba. Itt meghívjuk ezt a square függvényt, átadjuk paraméterül itt, a vezérlés ugrik ide a square függvényhez, szépen itt kiszámoljuk a négyzetét a számnak, ugye itt megjelenik az érték, amit átadtunk, megszorozzuk önmagával, majd visszatérünk vele. Jó? Tehát visszatérünk azzal az értékkel, amit itt most jelen esetben kiszámoltunk. Ez az érték meg fog jelenni úgymond a hívási helyen, tehát azon a
helyen, ahol hívtuk a függvényünket, azon a helyen meg fog jelenni az eredmény, és jelen esetben szépen kiírjuk. Aztán megyünk tovább, megnézzük ismét ugye a vágyciklust, megnézzük a feltételt, hogy kisebb mint 100, megint, ha még kisebb, akkor megint hívjuk a függvényünket, megint kiszámoljuk az eredményt, és szépen így megyünk körbe-körbe. Jó, oké is. Na, egy pillanatra még itt a függvényeknél, hogy ilyen szintaktika hogyan is néz ki. Itt van ez a nagyon egyszerű kis függvényünk, és hogy itt tényleg mik vannak. Ugye nyilván a függvénynek van egy neve, jelen esetben a square. Van egy paraméter listája, ez lehet hosszabb is, lehet 2-3 egyéb hosszúság paraméter, ezek azok, amik értékeket átadunk neki. Ezekről majd fogunk részletesen beszélni, hogy hogyan is működik. Illetve van a függvénynek egy törzse, itt a kapcsolzárójelek, igen, a brace-ek kapcsolzárójelek között, igen. Jó, és akkor ami még itt fontos, hogy van egy típusa, tehát a visszatérési típusa, ez azt mondja meg nekünk, hogy milyen értéket adunk vissza, tehát milyen típusú értékkel fog visszatérni a függvény. Hát jelen esetben integer lesz, ugyanis, hogyha egy integert emelünk négyzetre, az ugye, tehát matematikailag egy egész szám négyzetre emelés az egész számot fog eredményezni. Programozásnál itt majd egy-két dologra figyelni kell, de ez egy elég jó közelítés nekünk. Itt egy integert adunk vissza, tehát egy egész érték fog nekünk, egész típusú érték fog nekünk visszajönni, és itt a return statement-tel, tehát ezzel a return utasítással ezt is adjuk vissza. És ez az érték fog megjelenni nekünk itt a hívási helyen, egészen pontosan itt. Jó? Tehát ennek a helyén, és látjuk, hogy itt ez az érték meg is jelenik, és szépen ki is írjuk. Jó. Hát, nagyon röviden, nagyon tömören így működnek a függvények, és így használjuk is a függvényeket. Nyilván most ez a négyzetremelés, ez nem feltétlenül igényelne külön függvényt, ezt sokszor elvégezzük azért ott helybe, nem feltétlenül igényel külön függvényt, de most tényleg szemléltetésként érdemes erre rápillantani. Még egy témát jó lenne átbeszélnünk, de akkor ezt kedre tesszük, kedden akkor megnézzük a vektorokat. Úgyhogy én akkor mára ennyit gondoltam, most így a délelőtre. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.